Sziasztok, Sári vagyok, a The Body Shop Magyarország Makeup Manager-e. Most az Arcádban jelentkezünk hozzátok. A mai témán pedig az, hogy milyen travel must-have, vagyis utazáshoz szükséges kellékeink vannak a számotokra. Az első, ami bemutatnék nektek, a Honey Bond testnevelő BB kréme. Ő azért különleges, mert az apró bőrhibákat is elfedi, csíkosságmentes barnaságot biztosít a számotokra, nem mosható és mégis 24 órán keresztül hidratálja a bőrötöket. Tuti tipp, hogyha testápolóval használjátok, kelhetőbb és egy sejmesebb barnaságot biztosít számotokra. Amit még bemutatnék nektek, az arcra való barnaságot biztosító termékeink. Az első az arcra való gél, melyet önmagával is tudtok használni, vagy a bronzosító cseppünk, melyet arckrémbe vagy alapozóba tudtok keverni. Rétegezhetitek is őket, vagy éppen több cseppet is használhattok egyszer, ez csak tőletek. És a termékcsalálóit még bemutatnék nektek, azok a Honey Bronze dolgok. Neki ugye három árnyalata van, azt kell róla tudni, hogy van egy bronzosítója, egy pirosítója, illetve egy highlightere. Nagyon picik, könnyű őket bármilyen táskába beleszuszakolni, és extra könnyű őket használni. Mint látjátok, használatok rendkívül egyszerű. Egy sima mozdulattal felviszitek, kézzel eldolgozhatjátok, és bármilyen bulira készen álltok azonnal. Fantasztikus extra az, hogy utazáshoz akár ti is összeállíthatjátok a saját palettátokat. Én most egy olyat fogok nektek kreálni, amiben lesz szemhéjpúder, pirosító, highlighter és még rúzs is. Ők négyen szemhéjpúderek, azért fantasztikusak, mert minden szemszínt kiemelnek. Ő egy pirosító, ő egy highlighter, ők ketten pedig szájfények, illetve rétegesztve rúzsként is használhatjátok őket. Sziasztok, Krisztián vagyok, a Medisha Parker üzletvezetője. Ez a termék, amit szeretnék nektek bemutatni, az egy újdonság. Egy ilyen multifunkciós, nagyon nagy kiszerelésű előgéről van szó. Róla azt kell tudni, hogy igazából többféle problémára tudjátok használni, tehát lehet akár testre is, lehet akár arcra is használni. A maga az aloe vera egy nagyon jó alapanyag arra, hogy megnyitassátok a bőrt, akár a napozás után, akár hogyha egy olyan problémával küzdötök, mint az érzékenység. Az aloe vera, ami benne van, az Mexikóból származik, és tulajdonképpen egy illatanyagmentes, színezékmentes, alkoholmentes termékről van szó, úgyhogy bárki nyugodtan használhatja. Ez egy nagyon szuper dolog például, hogyha valaki megy utazni, vagy akár napozásnál, tehát hogy így könnyen be lehet csúszni a táskába, mert nem folyik, nagyon jó táskába lehet a kiszerelése. Picit nagy, de szerintem belefér mindenkinek a táskájába, én nagyon-nagyon szeretem. A következő termék, amit az utazáshoz ajánlanák nektek, az egy borsmentes lábpermet. Neki az alapanyaga a borsmenta alapvetően, ami Angliából származik. Egy nagyon könnyű, kompakt kis termék, egy ilyen fújós applikátora van, amit nagyon könnyű felvinni a lábra, akár a láb teljes területére. Tulajdonképpen az neki a lényege, hogy felfrissíti a lábatokat, illetve hűsíti. Alapvetően az akkor szokott fontos lenni, ha valaki nagyon sokat utazik, egész nap a kocsiba ül, egész nap jár kell, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis barát a táskába, könnyen be tudod csúsztatni, mert mindig ott van, hogyha elfáradtak a lábai, vagy éppen akár a kellemetlen lábszagot kéne eltüntetni valamilyen formában. A következő termékek, amikről szeretnék nektek beszélni, az a tulajdonképpen a férfi arcápolás, illetve testápolás családnak a részei. Ők a makagyökér termékcsalád. A makagyökérre tulajdonképpen azt kell tudni, hogy egy fehérjében, ásványokban vitamin magazzag alapanyag. És amit én nagyon szeretek, az a dezodor. Mind a kettő tulajdonképpen egy alumíniummentes dezodor. Tehát, hogyha valakinek van érzékenysége, akkor ez egy nagyon jó eszköz fegyver lehet számára. A makagyökér alapvetően frissíti, hidratálja, illetve érinkíti a bőrt, úgyhogy mindez a dolog, ez is nagyon fontos szerintem, amellett ugye, hogy a szagokat valamilyen formában azért elfedi.
makadjuk egy Challenge-ból, amit én még nagyon szeretek és nagyon ajánlott nektek, az a szemkörnyék ápolója. Ő tulajdonképpen ő is gazdag vitaminokban, illetve egységi anyagokban, alapvetően hidratál, élénkíti a szemkörnyékedet, illetve megköti a szabadgyököket, ezáltal ki tudod tolni az öregedés megjelenését, a jelek megjelenését. A kompakt kis mérete az egyébként nagyon táskabeli, illetve pontából a kifolyólag is szerintem nagyon barátságos, mert ha elmentek bulizni, akár egy fesztiválra, akár csak strandra, és akkor utána este még nem jutok haza, akkor azért egy jó kis frissítés a szemnek, akár reggel, akár este, akár napközben. Sziasztok! Zsófi vagyok, a The Body Shop Magyarország Skincare Managere, és azt szeretném ma nektek bemutatni, hogy mik azok a termékek, amik számomra nélkülözhetetlenek az utazáshoz. Új termékünk a Drops of Light termékcsalád folyékony hámlasztója. Őt azért szeretem nagyon, mert alapvetően az aktív pihenést kedvelem, nagyon sokat szoktam város nézni, és ilyenkor a smog miatt sokkal kevésbé érzem tisztának a bőröm, sokkal hamarabb előjönnek a pattanások, és az esti arctisztításkor nagyon jól jön ez a termék. Őt a sminklemosás után, de még az arcmosás előtt tudjátok használni, és eltávolítja a bőr mélyebb rétegeiből is a szennyeződéseket, illetve az elhalt hámsejteket. Vörös alga kivonatot tartalmaz, ami a pigmentfoltok elleni küzdelemben is nagyon jó társatok lesz, ráadásul nagyon sok C-vitamin van benne, ami igazán ragyogóvá teszi a bőrt, és fantasztikus antioxidáns. A másik szuper termék a Drops of Youth termékcsalád fényvédős hidratáló teje. Ugyebár nyár van, így nagyon fontos a fényvédő használata, de ez nem csak az UVB, hanem az UVA sugarak ellen is véd, amik folyamatosan érik a bőrünket. Nagyon könnyű a textúrája, növényi sejt tartalma pedig abban segít nektek, hogy tovább maradjon ragyogó és fiatalos a bőrötök, ráadásul a bőrsejt megújulást is felgyorsítja. Mivel nyári oldalát és kakukkfüvet tartalmaz, amik nagyon jó antioxidánsok a C-vitaminhoz hasonlóan, ezért ez is segít abban, hogy ragyogóbb legyen a bőrötök. Nekem azért nagyon nagy kedvencem, mert nem szívesen várok meg a megszokott nappali krémemtől, és ezt nem csak nappali hidratálóként tudjátok használni, hanem a megszokott krémetek fölé is, egy fényvédős rétegként. És itt van az a termék, ami nélkül egy lépést sem teszek otthonról, ez a kamillás sminklemosó balzsamunk. Azért nagyon szuper, mert mint láthatjátok, nem folyékony, tehát nem fog kifolyni a táskába, ráadásul a repülőgép fedélzetére is nagyon könnyen fel tudjátok vinni. Hogyha belemasszírozzátok a bőrötökbe, egyből egy nagyon kellemes olajos állaga lesz, és egy egészen kis relaxáló masszást tudtok vele kerekíteni esténként. Még a vízálló sminket is nagyon könnyedén lehozza. Az angliai kamilla, amit tartalmaz, pedig nagyon-nagyon gyengéd a bőrötökhöz, így az érzékeny bőrre vagy érzékeny szemkörnyékkel rendelkezők is nyugodtan használhatják.